Reggeli Monitor. 2023 nyarán már lehetett látni, hogy nagyon népszerű a légi közlekedés, így az év vége felé közeledve milyennek lehet ítélni ezt az évet a légi közlekedési szektorban? Azt lehet megállapítani, hogy tulajdonképpen a légi közlekedés az visszatért a Covid előtti szintre, ez teljesen egyértelmű. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minimális elmaradás a 2019-eshez képest, és 2024-re további növekedés várható. Egész konkrétan egyébként az utasszámban ez azt jelenti, hogy 22%-kal volt több utas a légi közlekedésben, mint 2022-ben. Ezt előzetesen várták a szakértők, vagy meglepetés ez az adat? Ez a szám, ez a trendeket illetően nem meglepetés, ugyanakkor a mostani számok, amiket a IATA, a légitársaságok nemzetközi szövetségek közölt, tulajdonképpen már 2023-as tényszámoknak kezelhetők, hiszen már a foglalások nagy része megtörtént, és ez alapján azt lehet mondani, hogy a számok tulajdonképpen sokkal jobbak, mint azok az előrejelzések, amiket 2023. júniusában publikáltak. Mi lehet az oka annak, hogy a vártnál is jobbak lettek ezek a számok? Azt már korábban is az iparág késztényként kezelte, hogy óriási, elementáris igény van az utazásra, a légi utazásra. Mindenki szeretne külföldön szabadidőt tölteni, a üzleti utazás is a Teams call-ok ellenére elképesztő ütemben áll helyre, és nő is az igény. Tehát ez az egésznek az alapja, illetőleg a másik az, mert hogy az egyik legnagyobb növekedés, vagy még az előrejelzésekhez képest történő elugrás tapasztalható, ugye az a bevételek terén, ez pedig alapvetően a megnövekedett jegyárszínvonal és az infláció együttes hatása. Tehát ugye az előrejelzésekhez képest még kb. 7-8%-kal magasabb a globális jegyárbevétel, amit láthatunk. Ez egyrészt ugye azért van, mert egy inflációs környezetben van a világ, másrészt pedig azért, mert az igények jóval nagyobbak, mint a kapacitások. Emiatt lényegesen magasabb árakon lehet repülőjegyet venni, tehát nő a profittartalom is. Úgyhogy ezek a hatások összeadódván hozzák azt az eredményt, hogy most minden eddigi előrejelzésnél jobbak lesznek a 2023-as számok. Említette, hogy a profit, a bevételek növekedtek. Ezzel párhuzamosan a kiadások azok hogyan alakultak? Ott is növekedés látható? A kiadások terén is látható egy intenzív növekedés, de nem akkora növekedés, mint amekkora a bevételi ágon látható. Ugye a kiadások oldalon a költségeknek a növekedését alapvetően két tétel hajtja, az egyik az üzemanyag tétel, a másik pedig a munkaerő költsége, hiszen az inflációs környezet meg a munkaerő hiány miatt azért ez a költségelem lényegesen magasabb, és elég intenzíven nő. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a profit még ennek ellenére is nőni tud, tehát amíg idén júniusban Willy Walsh, a IATA-nak az elnöke arról beszélt, hogy egyetlen egy utason körülbelül $2.75 a realizálható profit, addig ma ez ennek a duplája, tehát lehet látni, hogy a profitjukat sikeresen növelték a légitársaságok. Tekintsünk egy kicsit a jövőbe, ugye említette, hogy folyamatosan nő az utazási kedv. Mit lehet várni a 2024-es évtől? Alapvetően a 2024-es évtől további növekedést várunk, hogyha megnézzük régiónként azt, hogy hol állunk most a Covid előtti, illetve a Covid előtti utolsó évhez képest, amely ugye 2019-et takarja, és az egy rekordév volt, azt lehet mondani, hogy Európában a 82%-on álltunk 2022-ben, most 101%-on állunk 2023-ban, és 107%-on fogunk állni 2024-ben a jelenlegi előrejelzések szerint, de lehet, hogy ez még ennél is magasabb szám lesz, hiszen az előrejelzések mindig pessimisták. Hogyha egy kicsit kitekintünk az európai régióból, akkor körülbelül hasonló számokat láthatunk Észak-Amerikában, illetve a Karib-Latin térségben, és picit elmaradó számokat látunk Ázsiában, ami alapvetően annak köszönhető, hogy Kína nyitott ki a legkésőbb a nemzetközi utazások terén, de 2024-25-ben ők is egy nagyon jelentős, tehát ez az ázsiai régió is egy nagyon jelentős ugrással behozza a lemaradását és eléri az európai, észak-amerikai
növekedési arányt. A Covid után ugye már többször említettük, hogy mindenkiben megnőtt az utazási vágy. Mikor jöhet egy megtorpanás ebből a szempontból? Megtorpanásra akkor lehet számítani, hogyha globális gazdasági nehézségek kifejtik a hatásukat az embereknek a költésére is. Ezt egyébként most is elmondhatjuk, de még ennek ellenére is van növekedés, úgyhogy amennyiben nem lesz extra háborús esemény, vagy különösebb gazdasági megtorpanás, akkor nem várható, hogy ez a folyamat ez rövid távon megtorpan.